Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Két hét után újra a képernyőn a kispálya, mégpedig egy olyan fordulóval, amely két részre szakadt. A 17. játékhét első három találkozóját még március 26-án játszották le, míg a többi mérkőzésre ezen a héten került sor. Úgy gondoltuk, a műsort teljes fordulóval készítjük el, ezért mutatjuk be csak most a Turulány C+ összecsapást. A találkozóval kapcsolatban már legendák kaptak szányra, miszerint a vesztes gárda valamilyen módon elérte, hogy kisiklásukat ne publikáljuk. Kérem szépen, erről szó sincs, tehát következzen a rangadó. A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának 17. fordulójában egy újabb rangadó. Turulány C+V, a listavezető és a jelenlegi harmadik, a címvédő csatája. Narancssárgában a Turulány balról jobbra a képernyőn, még világos kékben, a C+V ellenkező irányban. Mindkét fél igen komolyan veszi ezt a találkozót, de leginkább a C+V, amely most majdnem teljes összeállításában jelen van a mérkőzésen. Kovács Attila próbálkozott, kis Róbert bedobása, Molnár, és Müller Csaba lábán változtatott irányt a labda, szöglet lett a dologból, Molnár szöglete, Mayer csúsztatta meg, és úgy tűnik, mégsem ért el Mayer a labdát, mert a C+V dobhat, Kiszi az ő fejéről, viszont már egyértelműen elhagyja a labda játékteret, így most már a Turul dobhat. A két együttes csatájából az ősszel a Turulány került ki győztesen, akkor 3-0-ra nyertek a narancsmezesek. Paral. Idén mindkét együttes eddigi győzelmekkel rendelkezik. A Turulány a 14. fordulóban a Bálogost verte 3-2-re. Ekkor a C+V szabadnapos volt, aztán a 15. fordulóban C+V fészek 5-4, egy olyan találkozón, ahol a fészeképítők már 4-2-re is vezetett, és végül a C+V fordítani tudott. A Turulány pedig egy nagyon fontos mérkőzésen az üldözőt, a második helyezett Fedél Kft-t verte 2-1-re. És itt van az első találat, Molnár Tamás vállalkozott lövésre a kaputól, mint egy 13 méterre. És a labda a kapu bal sarkában kötött ki. Diszlő Péter tehetetlen volt. A harmadik percben 1-0-ra a Turulány vezet. Aztán már is egy lehetőség a másik oldalon, Horváth Zoltán fejesét spárgázta ki Fekete. Kis Róbert egészen saját hatosáig. Kis Gábor. Fekete. És a másik hálóőr, Diszlő Péter dobja már ki a labdát. Kiszi birkózik a hatos vonalon Kis Gáborral. Paral. Kis Gábor. Aztán Kis Róbert. Pot nem érte el. Kis Róbert vállalkozott lövésre,
labdája nem sokkal került el a Csép Luszé kapuját. Ott. Kis Róbert. Kint volt. Kis szívbedobása. Nem is volt rossz. Müller Csaba fejesét kellett hárítani a feketének. Szöglet. Müller végzi el a szögletet, és kiszjelöl, Kis Gábor emeli ki. Mayer egyből vissza. És aztán most már a Turul hozhatja játékba a labdát. Molnár. Kis Gábor. Horváth Zoltán fejelte le, aztán Kis Róbert szerzi meg. Molnár, szép játék, Kis Róbert a kapu előtt keresztbe. Gyors, tetszetős támadás a Turul részéről. Ez most azonban nem vezetett eredményre. Kiszi. Mayer egészen hátra disztülnek. Horváth Zoltán csúszott el. Parral szerzi meg, aztán adja el a labdát. Kis Gábor. Kis Róbert. Szabad rúgás a Csép Luszé javára. Kiszi merre veszi. Aztán Kis Gábor piszkált közbe. A hetedik percben járunk, 1-0-ás Turul vezetés. Kiszi fejét kereste, Mayer labdája. Kovács Attila, Kis Róbert, aztán Molnár, Kis, Molnárnak vissza, és Mayer szerzi meg, kiszindulhat, egy picit hosszú volt az indítás, a kilépő fekete könnyedén szedte fel a labdát, Molnár, távoli lövés, visszakerül a Turulhoz a labda, aztán disztlővédése nyomán Horváth Zoltánt találta arcon a labda. Így várni kellett egy picit, amíg összeszedi magát a Csép Luszé játékosa. Ott. Betámad a Turul, és ez most meghozza az eredményt. Megszerzik a labdát Parral. Disztlő olyan biztonsági vetődéssel veszi birtokba a játékszert. Ottivel előre Kiszi. Kis Gábor egyenlőre jól őrzi Kiszi Józsefet, aki rendkívül gólérzékeny játékos. Ezt most nem tudta bizonyítani. Parral. Kis Gábor. Müller Csaba lökött. Szabad rúgás a Turullán javára a mérkőzés 9. percében. Molnár lövi el, messze elkerülte a kaput.
kapott. Kiszi. És aztán Fekete szerzi meg. Paral. Kovács. Mayerről hagyta a labda a játékteret. Horváth Zoltán. Paral volt, szabálytalan. Kellett hárítani a látványosan. Kiszi bedobása, Müller mellé. A 10. percben járunk továbbra is, 1-0-ás Turulány vezetés. Kis Róbert. Kovács. Mayer lépett ki jókor, aztán Kiszi. Egy picit zavarták egymást. Két kékmezes játékos. Müller. Mayer. Kiszi felé, azonban a labda hosszú. Paral. Pott. Mayer. Lisztlő a labda útja. Pott Sándorhoz kerül vissza, aki előre íveli, Kis Gábor pedig egyből visszafejeli. Molnár, Kovács, szép Paralnak, Molnár és Mayer lépett közbe, ő mentett, hiszen Disztl Péter kapus már verve volt tulajdonképpen. Maradt tehát az 1-0-ás turulvezetés Horváth Zoltán, és másodszorra is Feketének kell hárítania. Müller mellé. Kiszi. Pott. Nem igazán talált el jól a labdát. Így az irányzék nem volt igazán pontos. Paral. Kovács. Molnár fejjel, és visszakerül a labda a Csépuszvéhez, Kiszi. Jó a csel, aztán jobblábas lövés, szép gól. 11 méterről vállalkozott lövésre Kiszi József, és a jobb kapufáról vágódott a labda a hálóba. A 13. percben 1-1 a mérkőzés állása. Tíz perc telt el tehát a Turul vezető gólja óta, és megint csak kezdhetik előről az együttesek. Müller bedobása, Pott, és Horváth Zoltán ment. Ez most nem válik dicsőségére, hiszen ugye saját játékosa Pott Sándornak. A Csépusz egyébként rendre eredményesen alkalmazza ezt a bedobás-csúsztatás kombinációt. Rendre Pott Sándort keresik a bedobásokkal a Csépusz játékosai, és bizony igen-igen veszélyesek ezek az akciók. Sok taráltot szereznek így. Molnár. Mayer haza. Tisztül. Kiszi. Kis Róbert. Mayer. Kiszi.
jól tartja eddig. Aztán hazaadja inkább Biszlő Péternek. Mayer. Nem volt pontos a labda Kiszi felé. A 15. percben járunk, 1-1 a mérkőzés állása. Karsai. Mayer lépett közbe jókor. Parall. Inkább a bedobást választja a rúgás helyett. Kis Gábor. A labda felkerül a VOK egyik emeletére. Jöhet a cseralabda. És aztán Kis Róbert bedobása, Kis Gábor fejese pedig a felső lécen csattan. Molnár ismétlése pedig centiméterekkel kerüli el a jobb kapufát. Marad az 1-1-es mérkőzés állás. Parall. Kis Róbert. Karsai. Parall kapja vissza. Távoli lövés. Rezdült a háló ugyan. Ám a labda az oldalhálót találta el, Biszlő segítette kijebb a labdát, picit így szöglet lett a dologból. Horváth Zoltán csúsztatja. Cséplőszvész szabadrúgás. Középre, és két kékmezes érkezik, Horváth Zoltán és Pocs Sándor egymást lökik ki a labda elől. Egy mókás jelenet volt, Diszlőnek kellett most nagyot hárítani a karsai lövése nyomán. Molnár próbálkozása pedig elkerüli a Cséplőszvész kapuját. Diszlő Péter igazgatja vissza kapuját a gólvonalra. Mayer, ez sem volt veszélytelen, Karsai érkezett. Disztlő rúgja ki, a szószoros értelmében, hiszen a játékteret is elhagyja a labda. Parall, Pott, szöglet. Parall Bálint szöglete. Horváth Zoltán ért bele. Kis Róbert, Karsai. Parallnak tovább. Mayer érkezett oda. Parall. Kotról vágódik le. Fekete szedheti össze. Kis Róbert. Molnár. Biszlő. Karsai. Müller volt szabálytalan, Kis Róbert. Karsai, Molnár, szép játék, nagy gól. Molnár Tamás második gólja. És ez azt jelenti, hogy 2-1-re vezet a Turulline a mérkőzés 18. percében. Turul játékosai most át tudták játszani a Cséplőszvész védelmét. És Molnár remek rúgó technikáról tett tanúbizonyságot. Kiszi! Második lövése már elkerüli a kaput. Parall. Kis Gábor. Parall. Várta a beinduló embereket, és mivel hogy ilyen nem volt most, így inkább kapusát választotta
Molnár végzi majd el a szabadrúgást, és kéri a 3 métert aranyjátékvezetőtől. Na és persze a Csipluszfi egy személyes sorfalától, Májer Lászlótól. Karsai sarokkal tovább, aztán Májer, Paral, Müller. Kis Gábor. Horváth Zoltán. Müller. Horváth kapja vissza. Müller. Ott. Középre. Éppen oda, ahonnan Kiszi elmozdult. Ugye Turul hozhatja fel a labdát. Már bedobáshoz jut Karsai, Paral elengedi. Májer. Kis Robert. Karsait előzte meg Májer, jól forgolódik, még mindig tartja a labdát. Szépen vitte el, Farkas viszont odarúgott. Szabadrúgás a Csipluszfinek, a kaputól 9 méterre. A 21. percben járunk, Farkas István, ahogy beállt a pályára, már is szabálytalankodik. Kiszi a labda mögött, Müllernek passzolja le, feketéről jön ki, Májer emeli vissza, Müller, és aztán most már oda, a Csipluszfi lehetőséges, ebből indul a Turul, Paral, Karsai, 3-1. Egy kontrakció, és a Turul lány növeli előnyét, gólszerző pedig Karsai Márk, mindez a 22. percben. A Csipluszfi végezhetett el szabadrúgást, és ebből született tulajdonképpen a Turul gólja. Müller. Feketéről vágódik. Az alapvonalon túlra a labda. Szöglet a Csipluszfinek. Müller. Kiszi. És aztán újabb szöglet. Paral érkezett jókor. Kiszi kapja megint, jobban lő. Egy picit lecsúszott a lövés. Paral. Kis Robert kint van. Müller. Ott. Müllernek. Szép játék. És Kiszi megint csak célt téveszt. Kis Robert. Karsai. Farkas. Viszlőnek kellett hárítania. Ott. Két narancsmezes érkezik oda. Szabálytalanul. Szép volt a csel, Kiszinek tovább, Kis Robert lépett közbe. Horváth Zoltán hagyja ott a labdát Müller Csabának, ő végzi majd a bedobást. Karsai, Paral a túloldalon,
hosszú volt neki a labda. 24. percben járunk. 3-1-es Turulány vezetés. Most már megkezdődött az utolsó perc az első félidőben. Kiszi, merre veszi, aztán Horváth Zoltánhoz emel, és vége az első félidőnek, a Turulány tehát 3-1-re vezet a Cséplőcv ellen. Arany játékvezető síp, mert sípjelére megkezdődött a második félidő. És a Cséplőcvi együttesében változott a felállás az első félidőhöz képest. Horváth Zoltán helyén Szabó József a pályán 10-es számmal. Kovács, Farkas nem találta el jól. Akár meg is állíthatta volna a labdát, hiszen nem volt igazán közel hozzá Maier László. Müller bedobása. Szabó, Kiszi. Farkas István próbált volna megindulni, Kiszi azonban nagyot lökött rajta. Fekete kirúgása. Paral. Kis Gábor lőtt a kapu fölé. Ott. Paral. Robert, Kovács, Kis Gábor, Kiszi, Szabó, kint volt már. Kis, Kovács, Maier volt vele szemben szabálytalan, és be is fújja a játékvezető a szabad rúgást. Müller Csaba az egyszemélyes sorfal. Diszlő. Nagy védés volt. Kovács Attila próbálkozott. Kis Gábor, és megint csak Diszlőnek kell megkaparintania a labdát. Müller. Paral. Cséplőcvi bedobás. Müller. Szabó. Kis Gábor piszkált oda, és aztán 2-1-ben indulhat a Turul. Kis Róbert. Maier lépett közbe. Szöglet. Kovács. Farkas elesik a hatoson belül Szabó József mellett. A játékvezető szerint nem történt szabálytalanság. Müller. Kiszi. Müllerhez sarkal, és aztán Kiszi veszti el. Kis. Kovács. Farkas.
Müller szerelte úgy, hogy a Turul játékosáról hagyta el a labda a játékteret. Kovács, Kis Róbert, Paral, Kis, Paral a jobb szélen, és nagy gólt lő. Paral Bálint jobban vállalkozott lövésre a jobb szélről, és Diszlő Péter mellett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. 4-1-re vezet a Turul lány. Farkas. Újabb csere a Turul lány együttesében, 6-os számmal Magda Csaba a pályán. Kis Róbert helyére állt be Magda. Farkas István fogja a fejét. Lehet, hogy eltalálta egy könyök. És cserét is kér a Turul 18-as számú játékosa. Molnár érkezik. Magda Diszlő öklözi ki. Paral. Kiszilökte el Kovács Attilát. A 32. perc, 4-1-es Turul lány vezetés. Úgy tűnik, a Turul most remek napot fogott ki. Hiszen eddig a Csíkuszél nem találja a narancsmezesek ellenszerét. Szabó Magda sarkalja ki, és aztán Paral indulhat meg a labdával. Vadász Imre, Szabó, bizony ráncigálták a mezét. Egy készfogó is volt ott talán. Vadász Magdáról vágódik le. Horváth Zoltán, Paral, Magda. Vadász kíséri ki, ott nem tudja megszerezni a labdát. Paral, Molnár, Magda, Kovács, Horváth Zoltánról vágódik az oldalvonalon kívülre. Molnár érkezik a bedobáshoz. Magda felé, Kovács Csúnyán fölé. Vadász, Horváth Zoltán, és aztán Bors István, ő bordó mezben szerepel. Szabó, Kis Gábor fejedi ki. Molnár, és aztán Bors, aki keresztez Paral előtt. A 34. percben járunk 4-1-re, a Turul lány vezet a Csíkuszi ellen. Egy újabb Turul lány játékos a földön. Kis Gábor az. Kiszi József mellett esett el. Most már minden rendben van.
hatos számmal érkezik a Csipuszi együttesébe Grácer Tamás. Kiszi pedig elhagyja a játékteret. Grácer, Szabó, hárman vették körül. Vadász, Horváth Zoltán, Szabó, Grácer. Vadász Imre adta be a labdát. Mindenki előtte elszállt a játékszer. Vadász, Bors, Szabó Feri, nem volt pontos a labda. Fekete keresi az embert, kinek dobhatná. Molnárt furtatná, Vadász azonban egyből visszafejelte a labdát. Egy kemény légicsata, melynek következtében Molnár Tamás marad a parketten. Kovács megy el, és megszerzi a turul ötödik találatát. Nem volt sívszó. Vadász Imre Molnár hogy léte iránt érdeklődött, és így Kovács Attila zavartalanul viharzott el a bal oldalon, és Diszlő Péter lábai között a hálóba jutatta a labdát. 5-1 a Torulán javára a mérkőzés 37. percében. Bors, Vadász, Molnár szerelte. Disztl, Horváth, Paral szerzi meg, és jól tartja a labdát. Molnár. Paral. Kovács. Magda. Kint volt már. Bors. Disztl. Horváth Zoltán. Szabó. Magda szabadított fel. Pontosabban szögletre mentett. Bors, Fekete. Aztán Bors ismétel egyből, még mindig ott van lehetőség, és Szabó lövése nyomán a labda a bal kapufa tövéről vágódik vissza a mezőnybe. Marad az 5-1-es Turullány vezetés. Kovács. Paral. 6-1. Paral Bálint második gólját szerzi a mérkőzésen. Amíg az egyik oldalon a Csipuszi szerezhetne találatot, szépítő találatot, addig a másik oldalon a Turullány ezt meg is teszi, csak hogy ők növelik előnyüket. A 39. percben 6-1-re vezet már a Turullány együttese. Grácer, Szabó. Nem volt igazán erő a lövésben. Kovács, Karsai, Magda. Kis Róbert, Kovács, Molnár, Bors. Disztl, Vadász, Horváth, Szabó Vadász felé, aki a vonal mellett tartja meg. Szabóval játszottak volna össze. Molnár,
társainak hosszú. Vadász. Bors. Magda akadályozta meg a Csépuszvé támadását. És megint csak az ő érdeme, hogy a Turul megszerezte a labdát. Molnár. Magda. Egyből pörgette, tovább Bors fejeli vissza, aztán Kis Róbert a kapu fölé. A 41. perc, 6-1-es Turul vezetés. Vadász, Szabó, Bors. Vadász. Horváth Zoltán. Bors. Egy távoli lövés, ami levágódik Kis Róbertről. Grácer dobhat. Bors kéri, kapja is. Karsairól hagyja el a labda a játékteret, szöglet. Grácer végzi el a pontrúgást, a sarokrúgást. Vadász egészen távolról, Karsairól vágódik le. Szabó, Kis Róbert hozza el Karsai, aztán Vadász szerzi meg, és Kovács Attila is szerel, aztán ugyanezt teszi Bors. Feketének kellett hárítania, és Szabó József most már nem hibáz. 6-2-re alakítja a mérkőzés állását a 42. percben. Igen, gólgazdag mérkőzésnek lehetünk szemtanúi, kérem szépen. Ugye ez már a 8. találat volt, és még 8 perc hátra van. 4 gól a Turul előnye. Molnár, Kis Róbert a kapu mellé. Horváth Zoltán. Grácer. Vadász. Magda. Kis Róbert. Molnár. Kovács mellé. Horváth. Grácer. Horváth Zoltán. Vadász, Bors. Kis Róbert. És szöglet. Kis Róbert ért bele utoljára. A Turul egy picit visszaállt, a Csíkuszé pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy felzárkózzon. Most éppen Szabó lőtte a kapu mellé, fölé a labdát. Már a 44. percben járunk. 6-1-re a Turul lány vezet, illetve 6-2-re elnézést. Molnár. Kosára majdnem jó volt. Kiperdült a gyűrűből. De hát itt ugye ezt csak a nézőtéren díjazzák, eredményben nem. Bors, Szabó! Centiméterekkel késett le. Második gólját szerezhette volna. Magda. Bors. Vadász. Horváth Zoltán. Karsai támadja. És aztán el is találja a bokáját. Bors.
C plusz C bedobás. Alig valamivel több mint 5 perc van hátra a találkozóból. Szabó sarokkal Horváth Zoltánnak, aztán magasra perdült a labda lábáról. Karsai, Magda, Kis Róbert, Molnár, Magda, Horváth Zoltánról megy ki a labda. És aztán két kiállítás, Horváth Zoltán és Magda Csaba szólalkozott össze, és ezért mindkét játékos 2 percre elhagyja a játékteret. Molnár adta vissza a labdát. Bors, Vadász, Grácer, Vadász kapta volna vissza a kényszerítőt, ez nem sikerült, hiszen Kis Róbert fülelte le. Karsai, Diszlú vetődött ki. Karsai ismét, és most a felső lécet találja el. Maradt tehát a 6-2-es turul vezetés. A 47. percben járunk. Bors, Szabó, Vadász, Bors, Diszlő, Vadász kapja vissza, Grácer, turul bedobás következik, amit inkább rúgásra vált Kovács, Molnár a labdával most már. Karsai. Molnár. Kovács, Molnár, majd ismét Karsai, Vadász, Grácer. Bors. Kis Róbert lépett bele a lövésbe. És aztán visszajöhetnek a kiállított játékosok, hiszen leteltek a 2 perces büntetések. Szabó az oldalhálót találja el. A C plusz V együttesében most 2 tízes számú játékos a pályán, hiszen Horváth Ferenc érkezett a játéktérre csereként. Szabó József mellett, tehát ő a másik tízes számú labdarúgó. Bors István végezhet el szabadrúgást a mérkőzés 49. percében. Szabó, messze pattan tőle a labda, Molnár indulhat, Karsai, Kovács, Molnár, Vadászban akad el. És ebből fordulhatnak most a kékmezesek. Vadász egy kötényt oszt ki Karsainak, Horváth Zoltán Kis Róbertről vágódik le, és fekete szedi össze. Kis Róbert, Molnár, Bors lépett oda a keleténél keményebben, Kis Róbert, az 50. percben járunk, tehát az utolsó másodpercek a találkozón, aztán Horváth Zoltán lép oda keményen és tartja a labdát. Szabó. Szabóhoz kerül vissza. Kis Róbert. Júka Cselek, aztán Molnárhoz passzol, Diszlő Péter mit védett így az utolsó másodpercekben.
ezt viszont már nem tudta hárítani. Kovács Attila érkezett rá, nem figyelt senki a bedobásnál, és 7-2-re alakítja az eredményt. És ez a mérkőzés utolsó momentuma. 7-2-re tehát a Turullány nyeri az összecsapást, ami némileg meglepetés már a különbséget tekintve. Sorrendben a gólszerzők Molnár, Kiszi, Molnár, Karsai, Paral, Kovács, Paral, Szabó, majd ismét Kovács. Tehát a végeredmény még egyszer Turullány, C plusz V, 7-2. A következő percekben a márciusi és a májusi találkozók összegzését láthatják, melyek után néhány csapat kritikával illette a játékvezetést. A 17. forduló nyitó mérkőzésén még márciusban a Blue Hét fő akkorral együttesével találkozott. Szinte a teljes első félidőben mindkét gárda remekül és fegyelmezetten védekezett, így nem sokszor forogtak veszélyben a kapu. Ha támadók mégis át tudták játszani, vagy éppen át tudták lőni az előttük húzódó falat, akkor a kapusok tettek róla, hogy ne rezdüljenek a hálók. Persze a kapufák is kivették részüket a játékból, az első 25 percben ezek aránya 2-1 volt a Blue Hét főjavára. A játékrész utolsó másodperceiben egy szögletet követően a fehérmezes hétfő mégiscsak be tudta venni a Korall kapuját. Fordulás után sem tartott sokáig a gólinség, a Blue Hétfő növelte előnyét, míg a Korall továbbra is csak a kapufáknál maradt. A hétfő teljesen szétzilálta a Korall ellenállását, mely együttesnek csupán a szépítésre maradt ereje, így a végeredmény 7-1 a Blue Hétfő javára. Sajnos nagyon szétestünk, nem voltunk itt a pályán, nem tudom mi ennek az oka. Ma igazából sokkal jobb volt nálunk az ellenfel, felpörgött, gyorsabban játszott, és mi nem tudtuk felvenni ezt a ritmust. Az első félidő játék alapján gondoltátok van, hogy ennyire fel tudjátok törni a Korall védelmét? Egyáltalán nem. Az első gól a félidő vége az döntő volt szerintem. A kísérők megtörtek, utána könnyebb volt kontrára játszanunk, és ez be is jött. Ilyen játékot vártok továbbra is, majd a következő mérkőzéseken? Hát végre kicsit elfáradtunk, mert nem volt cserénk, de hát végig is miért ne? Persze, megpróbáljuk. A Cooper SC Fedél Kft. Találkozó a vártnál szorosabb csatát hozott. Az első félidőben nem kevés időt töltöttek az együttesek a puhatorózással, majd később helyzeteket is kidolgoztak mindkét oldalon. Az első félidőben nem bírtak egymással az együttesek, és 0-0-val fordultak. Elsőként a Fedél gondolt arra, hogy bizony változtatni kellene az eredményen, hiszen kispályán a nulla gól édeskevés, és megszerezte a vezetést. Nem tartott sokáig a fehérmezesek gólöröme, mert a Cooper aktív offenzívába kezdett, melynek meg is lett az eredménye, az egyenlítő találat. A hátralévő percekben sorsdöntő szituáció nem történt, így maradt az igazságos 1-1-es döntetlen. Elég jó képességű játékosok vannak náluk is, és nem tudtuk feltörni a védelmüket sajnos. És már majd legközelebb. Ez most mit jelent a bajnoki tabellán, így most meglép a Turul valamennyire? Próbálunk utolérni őket, reméljük sikerül, és megbotanak a jó csapatok ellen, reméljük. Mivel a Bádogos Aprilia motorosból találkozó elmaradt, így a Klubfeca fészeképítők összecsapást nyitotta a május 2-ai játéknapot. A mérkőzést mindkét fél nagy iramban kezdte. A két hét bajnoki szünet jót tett a gyengélkedő fészeknek, és még a találkozó elején vezetést szerzett. A fehérmezes Feca nem torpant meg a bekapott gól tudatában, és szépségdíjas találattal egyenlített. Nem örülhettek sokáig Máriásék, mert a fészek ismét egy gólos előnyre tett szert. Mindkét együttes ezután szinte csak a kontrákból élt. A Klubfeca újra egyenített, de ekkortól már biztossá vált az építők félidei fölénye. A Feca a játékrész utolsó percében egy vitatott büntetővel zárkózott fel. Fordulás után a fehérmezesek elszántan támadtak, ám a fészek szervezetten védekezett, egy ideig. A tabella 7. helyezettje előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette. A fészek elkeseredett rohamra indult, és ismét egál volt az eredmény 5-5. Az utolsó percek sem teltek el izgalom nélkül. A Klubfeca ismét bevette ellenfele kapuját immár 6-szor, de a fészeképítőknek szó szerint nem maradt ideje az újabb egyenlítésre, így 6-5-ös Klubfeca győzelemmel zárult a szórakoztató találkozó. Hiányzott 5 alapemberünk, de hát úgy lett, jól átvészeltük, még a cserekapusunk is tudott rúgni egy gólt. Szerencsére ők sokat foglalkoztak a játékvezetővel. Véleményed szerint mivel tudtátok megnyerni ezt a mai találkozót? Hát csak a lelkesedéssel. Én szerintem ők most jobban álltak föl, tehát hogyha egyénenként levontam a játékosaikat, minket vitt előre a lelkesedés, ez elég volt ma. Hát a változatosság az megvolt tény és való, csak nekünk ez úgy látszik, hogy sose jön be. Amikor változatos meccset játszom, akkor a végén mindig kikapunk. Hol ezért, hol azért. Most mi volt azok?
Hát okot lehetne mondani, két okot tudok felsorolni, azzal kezdem, ami látványosabb volt. 4-2-ről hagytuk följönni az ellenfelet tulajdonképpen, nem lett volna szabad az egyik fele. A másik fele, ami csak az lát, aki esetlegesen itt volt kint, hogy én megmondom őszintén, bármi is lesz a következménye a dolgoknak, ismételten elégedetlen vagyok a játékvezetéssel, és sajnos ebben a szezonban ez most már nagyon sok egyik olyan meccs, ami az én véleményem szerint kis csapatnak mindig negatív hatása van ki. Tehát sajnos nem a nevesebb csapatot támogatják, és sajnos olyan döntéseket hoznak néha napján, ma például rengeteget, amivel befolyásolják a mérkőzés eredményét. Kiesési rangadón randevúzott a 10. Szépőszeder és a Sereghajtó Süni és barátai. A fehérmezes Süni úgy tűnik az utóbbi hetekben formába lendült, hiszen ezen a találkozón is rögtön átvette az irányítást. Magabiztos játék a gólokhoz vezetett, míg a Szépő képtelen volt bevenni riválisa kapuját. Az első félidőt 3-0-ás Süni vezetésnél zárták az együttesek. A második félidőben hiába alapozta be magát a Szépő ellenfele kapuja elé, sokáig tehetetlennek bizonyult. A szépítő gól után ismét pihenő nélkül rohamozott a Szeder, de a Süni baráti kolóniáján ezen a meccsen nem lehetett kifogni. Az utolsó percekben aztán a felzárkozásért küzdő Szépő minden reménye szertefoszlott, hiszen Süniék megadták a kegyelemdöfést, beállítva ezzel a 4-1-es végeredményt. Nagyon jól védett az ellenfél kapusat, szóval kifogástalanul, nagyon jó napot fogott ki véleményem szerint. De úgy érzem, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet, szóval lehetett volna akár fordítva is. Belülről is jó meccs volt, de szerintem kívülről is. Biztos, hogy azok, akik nézték, azok szórakoztak. Végülis ezért járunk össze. Azért nem szeretnénk kiesni természetesen, de úgyhogy megpróbáljuk a következő meccseken hozni azért a pontot vagy pontokat a biztos bent maradáshoz. A csapat nagyon tartalékosan állt fel ismét, mert két kapusunk van, és az egyiknek mezőnyjátékosként kellett ma bevetnünk. De hát szerencsére így is sikerült nyerni, bár nagyon kemény mérkőzés volt, tehát láttátok ti is, hogy a második fél időben szinte végig az ellenfél támadott, tehát a 3-0-as erőnyt azért tudtuk tartani. Elszánt harcba kezdtetek a bentmaradásért? Muszáj, azt mondom, hogy pont itt a nézőknek is mondtam, hogy a Süni szívet nem lehet elpusztítani. Tamás, nagyon sokan leírtak bennünket, mert tényleg fél évkor úgy nézett ki, hogy sima kiesők vagyunk, és mindenki így kezelt bennünket. Hát úgy néz ki, hogy még van reményünk. Tehát nem mondom, hogy bennmaradtunk, de megmaradt az esélyünk arra, hogy bent maradjunk. Nézzük a 17. forduló eredményeit. Blue Hétfő Korral 7-1, Turulány C plusz V 7-2, Cooper SC Fedél Kft. 1-1. Bádogos Aprilia Motoros volt, mérkőzés nélkül 3-0, Klubfeca Fészeképítők 6-5, Szépőszeder Süni és barátai 1-4. A tabellát továbbra is a Turulány vezeti 45 ponttal, második a Bombon 37-tel és harmadik az Aprilia 35 ponttal. Negyedik a Fedél Kft. 33 és ötödik a C plusz V 32 ponttal. Hatodik a Blue Hétfő, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a Cooper SC, kilencedik a Bádogos, tizedik a Korral, a kieső helyeken pedig 11. a Szépőszeder 16, 12. a Süni és barátai 16 és 13. a Fészeképítők 15 ponttal. Az 1B-ben egy mérkőzést bonyolítottak le a 17. fordulóban, ahol a Fehérvíz 6-1-re verte a Truck Trailert. Itt a tabellát a MÁV gépészet vezeti 45 ponttal, ám szoros a mezőny, második a Maratonsport, szintén 45 és harmadik a Fevita, ugyancsak 45 ponttal. Negyedik a Poják, ötödik a Dekkebau, hatodik a Zöldker, hetedik a Truck Trailer, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Fehérvíz, tizedik a Ságépítő, 11. a Hungária Taxi, 12. a Fehérvár Horgász volt, 13. a Lancaster-köfém és 14. a Shell Gáz. A következő, azaz a 21. játékhéten a Blue Hétfő a C pluszével, a Bádogos a Fedél Kft-vel, a Szépőszeder a Fészeképítőkkel, az Aprilia a Korallal, a Turulány a Klubfecával, a Bombon pedig a Cooper SC-vel csap össze. Kedves nézőink, ennyi volt már a kispálya, a legközelebb jövő hét szombaton jelentkezünk már a 21. forduló összegzésével. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!